A külső munkálatokkal már végeztek a tokai Dombi Sámuel szakorvosi rendelőintézetben. A beruházás Európai Uniós támogatásból készült, az épület mellett a rendelő műszereit és berendezését is fedezi a projekt. A támogatás mértéke közel 1 milliárd forint, mondta a sajtótájékoztatója Mayer János tokai polgármestere. Így fog kinézni belülről az épület, amint egy 23 ezer ember ellátását szolgáló szakrendelő körzetéhez a tokai kistérség 11 települése mellett 4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település, Rakamaz, Szabolcs, Tímár és Tiszanagyfalu is társult. A 100%-ban az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőintézetben 21 szakrendelés vehető majd igénybe. Nem az a cél, hogy a drága kórházi ápolásba részesítse a betegeket, akik adott esetben hetekig ott vannak a TB kasszának, hanem az, hogy minél közelebb kerüljön a beteghez a gyógyászati szakellátás. Az intézmény a Semmelweis tervvel összhangban több lesz, mint egy puszta szakrendelő. A tervek szerint ellátásszervező központtá alakítják, ahol a gyógyítás és diagnosztika mellett az egészséges életmódra való nevelésre, valamint a szűrővizsgálatokra is nagy hangsúlyt fektetnek.